Nagyon szépen köszönöm, mindenkit üdvözlök. Én csak nagyon röviden szeretném összefoglalni azokat a változásokat, amiket tervezünk az elkövetkező két iskola évben. Mégpedig annak alapján, hogy júniusban történt egy találkozó a NUCEM vezetése és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének képviselői és a Comenius intézet képviselői között, ami arról szólt, amit már nagyon régóta beszéltünk arról, hogy olyan változásokat kéne bevezetni, hogy egy kicsit jobban tudjuk mérni a gyerekek eredményeit, és itt tényleg nem nagy változásról van szó, arról csak, hogyha az ötödikes tesztelésben vannak nyílt kérdéseink, akkor legyen a kilencedikesben is, és az érettségiben ugyanúgy vannak nyílt kérdések. Egy kicsit másfajta kérdésfeltevéssel is talán megpróbálkozunk, de ezek a legfontosabb változások, nagyon egyszerűen foglaltam össze, hogy átlátható legyen. Ez egy olyan terv, olyan javaslat, ami nagyon reméljük, hogy megvalósul. Persze ez attól is függ, hogy mire mennyi lesz a pénz, ugye, mert ez mindig a pénzfüggő, emberfüggő. De az alapvető változás az lesz, hogy a 2018-as, 19-es iskolaévben szeretnénk a 9-es tesztelésben is hasonló módon tesztelni a gyerekeket, mint ahogy az az érettségiben. Az egész változás abból indult ki, hogy 2019-ben már az érettségi a szlovák nyelvből más módon fog folyni, újfajta kérdések jelennek meg, ez pedig a hallás utáni szövegértés, tehát a gyerekek ugyan hasonlóan az idegen nyelvi szövegekhez és a feladatokhoz meghallgatják a feladatot, és hallás után fognak válaszolni rájuk. Hát ez egy kicsit a ellenkező végéről kezdődött a dolog, nem az érettséginél kellett volna kezdeni, hanem talán az alapiskola alsó szintjén. De ezt most én nem tudom, hogy valaki meg tudja mondani, hogy miért így történt. A lényeg az, hogy ebből kiindulva igyekeztünk alkalmazkodni a helyzethez, és akkor a 9-es tesztben is ugyanezt bevezetni. Ezzel együtt viszont akkor nyitott kérdéseket is bevezetünk, és ha először megnézzük a magyar nyelv és irodalom és a matematika tesztet, ami a 9-eseket tesztjéről beszélek most, 5 feladattal felemeljük, mert nem 25 feladat, hanem 30 feladat lesz a 2019-es tesztelésben, ebből 10 nyílt végű feladat, tehát arra egy rövid választ kell majd alkotni a gyerekeknek, és 20 ugyanúgy zárt, ott 4 lehetőségből kell kiválasztani az egy helyes választ. És a kiinduló szövegek számát is csökkentettük, 3 szöveg lesz. A matematikában csak annyi a változás, hogy plusz 5 feladattal megemeltük. Természetesen itt az időt is emelni kell, ott 90 perc lesz az, amit a próbatesztelésnél kipróbálunk, hogy elég lesz a 90 perc a feladatok megoldására. És időben pedig úgy néz ki, hogy mivel nagyon rövid ez az idő, ezért az eredetileg is minden évben végmenő próbatesztelésen, ami minden év februárjában van, már ezeket az új típusú feladatokat is fogjuk tesztelni. Ezek után pedig még egy következő próbatesztet is beiktattunk, amit úgy neveztünk el, hogy főpróba, ami pedig valamikor áprilisban valósul meg, mert erre önkéntesen lehet jelentkezni, tehát nem egy egész országos tesztelés lesz, olyan nem kötelező, hanem az iskolák, akik részt akarnak venni benne, jelentkezhetnek, és akkor ott letesztelhetik saját magukat. Ez mivel 2018 májusában lesz, ezért itt a 8-osoknál fogjuk tesztelni ezeket az új típusú feladatokat, tehát itt nem megtörténhet, hogy még az egész 9, tehát a 9-es anyag még hiányozni fog, annak ellenére ez egy 9-eseknek összeállított teszt lesz, viszont a 8-oson lemérjük csak azt, hogy mennyire tudnak ők ezzel a új feladattípussal megpróbálkozni, tehát itt az eredményeket az iskolák megkapják, és ezt a tesztet közzé is tesszük majd júniusban a weboldalunkon, és tehát akkor utána is lehet velük dolgozni. Ezt azért tartottuk fontosnak, hogy azért mindenki lássa, hogy milyenek lesznek ezek a tesztek, és 2019-ben kerül sor majd a tesztelésre. És ami még nagyon fontos, az pedig ez melyik irányba működik? Az pedig a
szlovák nyelv és irodalom, amiben ugye a legnagyobb változás a hallás utáni szövegértés, és így próbáltuk meg összeállítani azt a tesztet, amit majd a gyerekek írni fognak. Természetesen ennek az is a feltétel, amiben meg is egyeztünk ezen a találkozón, hogy két napos legyen a tesztelés. Tehát ha három tesztet írunk a gyerekekkel, akkor ezt a minisztériumnak kell majd jóvá hagyni, hogy két napba tesztelhessük őket. Tehát az első nap lesz a magyar nyelv és irodalom és a matematika, és a második napon lenne a szlovák nyelv és irodalom tesztelése, mert ez hosszabb időt is igényel, mivel a tervek szerint 40, ott maradt egy szlovák szó, elnézést kérek, 40 feladat lesz ebből. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 20 feladat a duplájára emelkedik. Ebből szintén a 10 vagy 15 lesz az a nyílt végű feladat, amire válaszolni kell a gyerekeknek, és feleletalkotó pedig a rövid válasz, ami eddig is volt. A tesztelt területek ugyanazok maradnak, mint ami az állami alaptanterben is benne van. Kicsit más összeállításban, a hallás utáni szövegértéshez lesz két feladat, amihez a gyerekek alkotnak választ, vagy pedig kiválasztják az egy jó választ. Olvasás utáni szövegértés a második terület, és a nyelvtani és irodalmi kommunikáció pedig a harmadik terület. Tehát az első kettőhöz kimondottan csak szövegértési feladatok fognak tartozni, és a teszt másik fele lesz a nyelvtani és az irodalmi. Mivel ugye az állami alaptanterv szerint is a második nyelvként tanítjuk a szlovákot, tehát ez valami az anyanyelv és az idegen nyelv közötti tanításnak felel meg, ezért inkább a kommunikatív részére kell a hangsúlyt helyezni. A szövegfajták ugyanolyanok lesznek, mint az eddigi tesztelésben. És itt ugyanaz szerint a terv szerint, tehát ugyanúgy meg lesz a februári tesztelés, ahol már új típusú feladatokat is kapnak a gyerekek. Természetesen itt is majd két naposra tervezzük ezt, és ugyanúgy júniusban majd lesz egy olyan főpróba teszt, amit nyilvánosságra is hozunk. A harmadik dia az pedig csak arról szól, hogy az érettségiben is ugyanezek a változások lesznek, ott csak az a változás, hogy hallás utáni szövegértés is bekerül az érettségi feladatok közé, és egy olyan változás, ami szintén a javaslatként a minisztérium kezében van, hogy mivel, hogy nem, eddig úgy tesztelték a szlovák nyelvet a magyar iskolákban is, mint a anyanyelvet, tehát ugyanúgy a fogalmazás is ugyanígy nézett ki, időbeli beosztás és a szövegek is, ez most egy kicsit megváltozna olyan szempontból, hogy a fogalmazás rövidebb lenne, rövidebb időt, kevesebb időt is ezáltal igényelne, és az idegen nyelvekhez hasonlóan egy kis egy kis tartalmi vázlatot kapnának, elnézést, nem jutott eszembe ez a szó, egy kis vázlatot is kapnának hozzá, ugyanúgy, mint az idegen nyelvi érettségiben van, tehát nem csak a címet kapná, meg négy címből kiválasztaná, amit szeretne megírni, és lenne hozzájuk egy vázlat, hogy hogyan is írja meg azt a fogalmazást az érettségiző. Hát nagyon röviden ennyi, remélem, hogy nem hagytam ki semmit, és ha kérdés van, akkor szívesen válaszolok.